Üdvözlöm Varga Mihály pénzügyminiszter urat. Itt vagyunk a Karcagi Birkafőző Fesztivált kiváltó, a Karcagi Birka Pörkölt napján, ugye, amely immár második éve kerül ilyen rendhagyó módon megtartásra. No, de ilyenkor is összegyűlünk. Mit jelent ez a karcagi ember számára, az ország számára egy ilyen típusú rendezvény, ahol találkozhatnak az emberek? Szerintem a karcagi emberek többsége számára mindegy, hogy fesztiválnak nevezzük, vagy napnak nevezzük. A végén úgyis megesszük a birkát, ez a történetnek a vége. Ez az alkalom is ugye arról szól, hogy a közösségi találkozókat, a közösségi eseményeket kezdjük el újra szervezni. A karanténból lassan jövünk kifele, megszűnnek a korlátozások. Van most már védettség, aki akarta, beoldhatta magát, aki meg nem, az magára vessen. Úgyhogy újra föl kell venni azt a szálat, amit a közösségépítésnek nevezünk. Találkozunk minél több alkalommal, minél több helyen. Ha ilyen alkalom adja magát, egy jó birkapörköltnek a megfőzése, elfogyasztása, akkor válasszuk ezt a formát. Miközben beszélgetünk egymással, megkérdezzük, hogy vagy, mi újság van. Szerintem erről szól most már sok-sok éve ez a birkafőző fesztivál, és persze a szervezők azok hozzáteszik azt a kis kulturális művészeti töbletet, amivel a közösségi lét még szebbé lehet. Miért fontos Magyarország számára a hungarikumok? Miért bírnak kiemelkedő jelentőséggel? Mit is jelent ez? Hát ettől vagyunk magyarok, vagy mi ettől vagyunk kunok, hogy vannak olyan specialitásaink, olyan különlegességeink, amik másra nem jellemzőek. Tehát itt a nagykunságban is, hogyha megnézzük, hogy mik azok az elemek, amiket a szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk és viszünk tovább, adunk tovább a gyerekeinknek, meg az unokáinknak, akkor ennek egy nagyon fontos része a birkafőzésnek a tudománya, a birka tartás, a birka feldolgozása, megfőzése, elfogyasztása. Ez mind hozzátartozik ahhoz a kultúrához, amitől mi nagykunok vagyunk, amitől mi kunok és magyarok vagyunk.